Tudod, én visszahívtalak volna, csak épp foglalt volt a szám. Én elmeséltelek volna, csak már nem figyelt rám anyám. Én verseket szoktam írni, csak most betelt a füzetem. Én ezt nem fogom már kibírni, nagyon sokat jelentesz nekem. Én visszahívtalak volna. Nehéz a téma, mikor az ember áll is belül néha érzi, hogy a lelke mélyén nem lehet proféta. De mégis vállalni kell, ha sokszor vagy béna. Állj fel és majd ettől leszel másnak legjobb példa. Ebben a bénaságban a legszebb néha, mikor megtalálja jobb kéz a balt és fordítva. Elmondanám, tudod, visszahívtalak volna, de így vagyunk mi a világ legmenőbb bolondja. Visszahívtalak volna, csak én foglalt volt a szám. Én elmeséltelek volna, csak már nem figyelt rám anyám. Én verseket szoktam írni, csak most betelt a füzetem. Én ezt nem fogom már kibírni, nagyon sokat jelentesz nekem. Én visszahívtalak volna. De mégis kellettél, ez ismerős séma. Sose vettél virágot, csak néha. Kidobott pénz, mondtad, jobban esett volna a séta. Sose tudtál csókolni, ez néha. Tudod, a csókon kívül más sem felett meg a célra. Sose szoktál bolkolni, nem téma. Ej, mikor megbotlottam egy kőben, az rögtön mém. Jöttél, hogy majd felhúz, ne segíts majd én. Rajtad a póló sokszor kifordítva, belefért, mert mindig mondtad, hogy jó dolgot, basi, nem cserél. Mikor megjött, mégsem hagytál békét. Egyszer sírtam, másnap hívtam a férjét. Egy óra után meg a sodró, totál letesz szegény. Majd befordultál a padhoz a bőrkanapén. Visszahívtalak volna, csak én foglalt volt a szám. Én elmeséltelek volna, csak már nem figyelt rám anyám. Én verseket szoktam írni, csak most betelt a füzetem. Én ezt nem fogom már kibírni, nagyon sokat jelentesz nekem. Én visszahívtalak volna, csak én foglalt volt a szám. Én elmeséltelek volna, csak már nem figyelt rám anyám. Én verseket szoktam írni, csak most betelt a füzetem. Én ezt nem fogom már kibírni, nagyon sokat jelentesz nekem.